1945-ben egy teljesen új helyzet állt elő. Egyrészt megérkeztek a szovjet csapatok Magyarországra, illetve sor került a népbíráskodási rendszernek a létrehozására. Ezt egy miniszterelnöki rendelet tette lehetővé, illetve még három miniszterelnöki rendelet csatlakozott hozzá, majd 1945. szeptemberében megszületett a népbíráskodásról szóló törvény. Új volt a törvény, és gyakorlatilag egy új rendszert próbáltak felépíteni, amelynek a lényege az volt, hogy laikus bírákat vontak be a bíráskodás rendszerében, és így próbálták az elmúlt rendszer bűneit valamilyen módon megtorolni, tehát a politikai bíráskodási ítélkezés is megnyilvánult a perekben, illetve az eljárásokban. A népbírósághoz fájtottak egy új ügyészi rendszert is, ez lett pedig a népügyészség, és mi most ezen az estén arra teszünk kísérletet, hogy az 1945-ben felállt rendszert a népügyészség és a népbírósági Budapest iktatókönyv alapján vegyük górcső alá, megállapítsuk, hogy pontosan milyen ügyek szerepeltek ebben az időszakban a népbíróság előtt. Az első 7700 ügyet és esetet dolgozzuk fel, diagramokkal, számokkal, tehát tényekre próbálunk fókuszálni, meg fogjuk nézni azt, hogy pontosan milyen ügyek, milyen paragrafusokkal szerepeltek. Fogunk beszélni arról is, hogy 1994-ben született egy alkotmánybírósági határozat arról, hogy bizonyos paragrafusok a háború ellenes bűnökben semmisnek minősítendőek, de itt csak magát a rendeletnek ezeket a helyeit semmisítették meg, nem történt meg az elítélteknek a mentesítése ezek alól. Ezeket is megnézzük, hogy pontosan hány ilyen esetről van szó, és hogy ez mit jelent, vagy mit üzen számunkra ma. A Veritas estek tavaly indultak el, és havonta dolgoznak föl egy-egy új kutatási eredményeket is rejtő periódust a magyar történelemből. Eddig milyen témákat dolgoztak föl, és a jövőben milyen tematikákat követ majd ez az est a Budapesti Gazdasági Főiskolán? Volt már szó múlt évben Ferenc Ferdinándról, illetve beszélgettünk a numerus claususról is. Az internálások is górcső alá kerültek, és folyamatosan haladunk, tehát mindig újabb és aktuális témákat igyekszünk beemelni, ami természetesen érdekli a nagy közönséget is.